Sziasztok, 88. alkalommal jelentkezik a Movie Geeks, a hetente jelentkező mozi podcast. Én Beni vagyok ezúttal, Boki és Vivi van itt velem, Niki pedig újra eljött hozzánk segíteni, hiszen megnézett egy filmet a héten, és csak egy világvírus kellett hozzá, hogy Petit újra a sorainkba tudjuk, úgyhogy üdv újra itt nálunk, Peti. Sziasztok! Hello! Halli! Ahogy mondtam, ez a 88. adásunk, és hát jó ideig marad ez az utolsó számozott adásunk szerintem. Ugye, ahogy ti is tudjátok, a koronavírus nem kicsit betett a moziknak, a filmeknek, és hát filmpremierek nélkül mi sem tudunk igazából miről beszélni, úgyhogy hát a legfrissebb premier filmekről már csak azért sem tudunk beszélni, mert egy csomó filmet eltoltak így, hát nincs miről beszélnünk. Abban maradtunk így, hogy próbálunk külön kiadásokat készíteni. Számíthattok majd valamikor a közeljövőben egy filmek karantén idejére külön kiadással, és hát nyilván, hogyha érkezik Netflixre, HBO Go-ra, vagy valahová olyan film, amiről érdemes beszélni, akkor lehet, hogy jön egy számozott adásunk, de úgy számolunk mi is, hogy a következő pár hétben, pár hónapban nem fog frissülni ez az adásunk. És hát én azt javaslom, hogy kicsit beszéljünk erről a koronavírus helyzetről mi is, és leginkább a filmekre való hatásáról a koronavírusnak, mert azt gondolom, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Hát egy héttel ezelőtt dumáltunk ezekről, és nem gondoltuk volna, hogy egy hét alatt ekkorát fog romlani a helyzet. De hát látjátok, múlt héten még arról beszéltünk, hogy hát azért lehet, hogy majd eljuthatunk ide, most meg eljutottunk odáig, hogy tényleg bezárnak a mozik. Vagy hát legalábbis azok a mozik, akik nem teljesen retardok. Szinomoszítom. Igen, azt gondolom, hogy maradjunk akkor az utolsó gondolatodnál, hogy a közös felelősségvállalás szerintem az egy kulcs momentuma a jelenlegi helyzetnek, és ez ebben minden beletartozik. Beletartozik az is, hogy ilyenkor akár mennyire is fáj a nagyvállalatoknak, félre kell tenni ezt a fajta pénzszerzési vágyat, hogy minél több embert vigyenek be, bár hozzáteszem, hogy azt gondolom, hogy a felelős emberek jelen esetben nem fognak se moziba, se olyan helyekre menni, vagy csak rövid ideig, ahol kis térbe sokan együtt lehetnek. Tehát, hogy én ezúton is arra búzítlak benneteket, akik hallgatnak a minket, hogy most tényleg ne menjetek moziba. Furán hangzik ez egyébként tőlünk, de ne menjetek moziba. Később is meg fogjátok tudni azokat a filmeket nézni, amik most éppen mennek, ha csak pillanatokon belül nem halasztják őket. Tényleg a felelősség az szerintem most hatalmas mindenki, aki teheti, az tényleg minimálisan próbáljon érintkezni a másikkal. Nem elsősorban miattunk, fiatalabb generáció miatt, hanem az idősekre kell odafigyelnünk, azért ez több helyen elhangzott, és amit most tudunk erről a vírusról, az tényleg az, hogy elsősorban az idősebb korosztályt, illetve a betegebb, vagy valamilyen egyéb betegséggel rendelkező embereket veszélyezteti, tehát hogy a felelősségünk szerintem óriási, és tényleg, de erről még beszélünk, mert hát többieknek is van véleménye, én azt mondom, hogy vigyázzunk egymásra. Ne menjetek moziba. Nem, egyébként tényleg, megmondom őszintén, szerintem most az, hogy a mozik bezárnak, és most nem adunk egy-két premierről, vagy hát elcsúszik konkrétan, ez szerintem a legkisebb ebben a helyzetben. Hát, de hát ahogy szoktam mondani, mindenből viccet lehet csinálni, meg mindenből kell is viccet csinálni, úgyhogy megnézzük a pozitívumokat, tehát elmarad a halálos iramban 9. Nem csak tudom, egy évvel. Mindig legyünk egy kicsit pozitívak, én ugye azt mondom, hogy végre most talán az oktatásban is akkor megindul egy ilyen digitális technológia irányába egy fejlődés, itt pedig elmarad a halálos iramba, kirekül mindenhol, nézzük a pozitívumokat. Tehát család nélkül nem tudunk létezni. Én el is kezdtem megnézni egyébként a halálos iramban filmeket. Nem elég a koronavírus, még ezzel is mérgezed magad, Jézus. Figyelj, engem megkövezhettek, én egyébként jókat szoktam szórakozni ezeken a filmeken. Figyelj, ötig nekem is tetszett. Ha nem veszed komolyan, akkor szerintem hatalmas. És például a Hobbs és Shaw, amiről beszéltünk, az jó. Szerintem az más. Az más. Hát ennek a családnak a szülőkje, tehát, hogy szerintem ezek roppantú szórakoztatóak. Akkor ajánlom a Bloodshot-ot, az is családbarát. Igen, mert biztos tetszeni fog. Azon gondolkodtam, bocsánat, hogy itt így közbeszólok, hogy mekkora baromság ez az egész dolog, amit így a Cinema City kitalált, és ugye amikor kiírták ezt az egészet ők Facebookjukra, hogy ügyvédeikkel való tárgyalás után arra jutottak, hogy 99 főig kinyithatják a mozitermeket, tehát érted, előtted van, ahogy a koronavírus odaosson a moziteremhez, benéz, pász meg, 99-en vagyunknak itt, akkor mégsem megyek be. De akkora felelőtlenségnek tartom ezt az egészet, hogy az valami hihetetlen. Ráadásul nem tudom, hogy mi az Istent akarnak ők adni a
moziba? Tehát most így nagyjából utána néztem, hogy milyen filmpremierek lesznek. Hát Roman Polanski filmje a legelső április 2-án, amit nem halasztottak még el, de szerintem az is lassan erre a szerepre fog hárulni, de illetve a nagy filmeket, hogyha nézem, azok közül pedig az egyetlen film, ami bemutatásra kerülhet a következő hetekben, hónapokban, az a Fekete Özvegy, de hát maradjunk abba, hogy én nagyon meglepődnék, hogyha április végén, május elején bemutatásra kerülne a Fekete Özvegy. Ennek tudatában, hogy tényleg nincsenek filmek, amiket adhatnak, én nem tudom, hogy most ők a következő hetekben mit fognak adni, tehát most a Láthatatlan embert 28 előadásba egy nap, nem értem, hogy ennek itt így mi értelme. A Fertőzés című filmet. De én most felmentem gyorsan, itt a Simple-be megnéztem, hogy például erre a nagy sikerű Vin Diesel filmre még csak lefoglalva sincsenek jegyek, tehát azért még ha a Cinema City így is áll hozzá, azért örülök, hogy az emberek nem úgy állnak hozzá, hogy akkor bemennek így is. Ez viszont meglepő. Szegény Vin Diesel. Na mindegy, hát visszatérve egyébként erre a döntésre, tehát, hogy azért szeretnék pozitív híreket is ezzel kapcsolatban mondani, tehát az, hogy a Cinema City mit csinál, vagy mit kommunikál, vagy mire buzdítja az embereket, ez szerintem egy nagyon nagy és nagyon buta döntés volt az ő részükre, viszont örömteli, hogy vannak olyan cégek, akik egyébként amellett, hogy segíteni próbálják az embereket ebbe a helyzetbe, például két nagy telekommunikációs cég is ingyen internet, mindenki mondják, ez sávszélességgel, hanem tárhelyen. Az egyik 10 giga, a másik 100 giga netet adott a felhasználóknak. Igen, tehát letöltéssel segíti őket, ami egyébként abban a helyzetben, amiben a gyerekek, illetve a diákok bele lesznek kényszerítve, illetve a tanárokról se feledkezzünk meg, ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagyon jó dolog, jó döntés, és egyébként nekik szerintem ez egy nagyon-nagyon jövedelmező reklámfogás is egyben. Azt mondom, hogy ilyen irányba kéne ezeknek a cégekbe is is elmenni és gondolkodni, nem pedig arra ösztönözni az embereket, hogy hibás döntéseket hozzanak. Srácok, csak mondom egyébként, hogy ha tudjátok igazolni, hogy karanténba kerültök, akkor egy hónap ingyen Pornhub előfizetést kaptok, úgyhogy... És akkor végre megnézhetnétek Bokival a... Kinek a pornóját akarjátok megnézni? Meg a Boki valamit akartok. Szőrös vonalú hülye nány. Hogy hívják azt a csajt, tényleg? Az a Disney-s csaj. Nem, igen, nem alkonyatos, hanem az a... Bellator! Tényleg, a Bellator, ami pornó rendezett. Na, hogyha valamelyikünk izébe kerül, regisztrált a Pornhubra, és akkor megnézzük. Habocsolnó! Bokit megértem, mert szingli, de hogy beli téged? Hát. Azt mondják, hogy a testi érintkezés kicsit hanyagoljuk, úgyhogy... Magad, uram, ha más nincs. Akkor értem a telekomos szolgáltató cégeket, hogy... Nekem már csak 9 giga maradt, hogy... Gyorsan letoltad. Én egyébként, ugye mi szombathelyiek vagyunk, és néztem én a szombathelyi Cinema City-t, és ez például a Láthatatlan ember ma esti vetítésére, ez vasárnap este, már 35 hely le van foglalva. Én nagyon remélem, hogy ez a 35 ember nem fog elmenni. Félelmetes egyébként, hogy az emberek mennyire hülyék. De hogy egy kicsikét tovább menjünk, és beszéljünk. Bocsánat, a... Igen? Lehet egy ötletem. Figyeljetek, no. Olyan buzítok mindenkit, hogy mindenki foglalja le a Cinema City-be a helyeket, és nem menjen el. Jó, ez tök jó! Tessék, mert onnantól kezdve remélhetőleg minél kevesebb ember szűrünk ki, vagy ha elmennek, akkor minél kevesebben tudnak csak elmenni a filmre. Csak nehogy azt ösztönözzük ezzel, hogy valaki megnézi, hogy azt a minden, ez micsoda egy jó film lehet, mert ennyien. Az a baj tényleg, tehát ebből az lenne, hogy jaj, hát ha mások is elmennek menni, akkor én is elmegyek. Hát szóval, ez egy kétélű fegyver. Igen, bocsánat. Kicsit tovább lépve ezen a dolgon, hogy hát igazából valószínűleg most mozizni nem nagyon lehet, meg nem is érdemes, mert nincsenek filmek. Azért beszéljünk arról, hogy milyen távlati hatásai lehetnek ennek az egész dolognak, mert ugye ezeket a filmeket, amiket elhalasztottak, ezeket valamikor be kell mutatni. Tehát valószínűleg, hogyha lemegy ez az egész Fertőzés, mondjuk ősszel reméljük, hogy már itt semmi gond nem lesz, és újra visszatérünk a normális kerékvágásba, akkor valami elképesztő mennyiségű film fog hirtelen a mozikba kerülni, ami azért azt is hozhatja, hogy egyre nehezebb lesz egy filmnek mondjuk itt így bevételt hoznia, hiszen csak gondoljunk bele, hogy most is előfordul, hogy 4-5 film kerül egy héten a moziba, és arról mi itt így beszélünk, de hát most gondoljatok bele abba, hogy ha ősszel hirtelen ennyi film ránk zúdul. Tehát valahogy nincs kidolgozva, nincsen végig gondolva ez az egész dolog. Ráadásként azért arra is gondoljunk, hogy egy csomó filmforgatás leállt, valószínűleg azok a filmek, amiket most forgattak, azok is csúszni fognak akár hosszú éveket. Nagyon nehéz az, hogy egyáltalán mit fogunk nézni, mikor fogunk nézni, hogy fogjuk nézni, illetve
másik kérdés, amit itt így feltennék, hogy szerintetek ez a streaming szolgáltatók végső győzelmét vetítheti előre a mozi felett? Pont azt akartam mondani, hogy ha én most egy nagy ilyen filmipari cégnél dolgoznék, biztos, hogy javaslatot tennék arra, hogy tárgyaljunk nagy streaming szolgáltatókkal, mert lehet, hogy jó üzlet lenne, vagy jobb üzlet lenne nekik, főleg egy ilyen időszakban, amikor azért több milliárdos kiesés várható a következő hónapokban, hogy inkább egy streaming szolgáltatónak a szerverére fölvinni mondjuk akár a Családot a halálos iramba a című filmet, vagy akár ugye a Disneynek meg van saját streaming szolgáltatója is már, tehát hogy akár a Disney Channelre feltenni a Fekete Özvegyet, vagy, tehát hogy ezt lehetne folytatni, hiszen akkor azért valamilyen bevételt tudnának ők is most produkálni, illetve azok az emberek is, akik egyébként olyanok, mint mi, tehát ilyen filmőrültek, mi is kicsit ki lennénk szolgálva, és így a karantén, illetve hát így az otthon lét homályában nem csak a Pornhubot tudnátok ingyenesen nézni és azon szórakozni, hanem egy-egy új filmet is meg tudnánk esetleg tekinteni. Egyébként, hogy mennyire reagált erre az ágazat, az nagyon jól mutatja, hogy a következő hetekben, ugye én itt a mozi premierek oldalán nézem azt, hogy milyen filmek lettek elhalasztva, viszont minden hétre jön egy Netflix film, például jövő héten jön egy horror sci-fi, de az HBO Go is hirtelen bejelentette, hogy tolja ki folyamatosan azokat a filmeket, amiket megvásárolt, és amiket csak náluk mutatnak be, tehát jön egy bűnügyi dráma, jön egy romantikus dráma, egy thriller, egy másik dráma az HBO Go-ra jövő héten, két hét múlva jön egy újabb horror a Netflixre, két film az HBO Go-ra, három hét múlva megint csak itt így mutatja az HBO Go, hogy milyen új filmeket vásárolt meg és butat meg saját magának, úgyhogy igazából lehet, hogy nekünk is lesz munkánk és tudunk mit nézni köszönhetően ezeknek a szolgáltatóknak. Az biztos, hogy szerintem a Netflix meg az HBO az valami brutálisan jó érzékkel tudott rámenni erre a dologra, és a bemutatóikból az látszik, hogy ők azért nagyon tudnak profitálni, vagy úgy tűnik most, hogy nagyon fognak tudni profitálni ebből a mozi bezárásokból. Úgy hadd kérdezzem már meg, ti mit bántok a legjobban, ami így csúszik? Én a Bond film, de én ezt pont mondani is akartam, hogy nekem a következő fél évben kb. Nem volt olyan film, amire így nagyon sírtam volna, hogy nem látom, kivéve a James Bond, tehát megmondom őszintén, a Fekete Özvegy engem nem érdekelt, a Család engem nem érdekelt, a Mulán engem nem érdekelt, a Hang nélkül kettővel úgy voltam, hogy nem feltétlenül láttam, kell ez nekem. Láttam a bemutatót, annyira nem érdekel. Egyedül a Bond filmre tudom azt mondani, hogy hát ez egy kurvára kár, de kb. Nyár közepéig nekem nem volt olyan film, amiért itt így remektem volna, hogy láthassam. Hát én meg mivel már sajnos másfél hónapja itthon dekkolok, ezért én már hozzászoktam ehhez a dologhoz. Úgyhogy talán nekem ilyen szempontból könnyebb. Nekem akkor volt nehezebb így egy-két jó filmre nem elmenni, vagyis hát legalább olyan filmben, ami engem érdekelt volna. Úgyhogy most őszintén szólva én ilyen szempontból nem érzek semmit. Nekem vissza kéne majd inkább szokni a moziba járás. Hozzáteszem, nem lesz nehéz. De a Bond filmet egyébként én szívesen megnéztem volna. Egyébként szerintem majd kiderül, hogy meddig fog ez a dolog tartani, milyen filmeket húznak ki belőle, hozzáteszem én a Fekete Özvegyet is meglepő módon megnéztem volna hamarabb, biztos, hogy el fogják azt is halasztani, de hozzáteszem meg, és hangsúlyoznám, hogy ezek most kevésbé fontosak, sokkal fontosabb most az a helyzet, hogy arra reagáljunk jól, ami most éppen nálunk és a világban folyik, és hogy azt minél lehetőségünk szerint minél jobban átvészeljük. Niki, nálad gondolom a Mulán a nyerő, amit nagyon várt. Nyilván, azt azért el kell mondanom, hogy Petivel mindenben egyetértek. A Mulán, a Fekete Özvegyet én is nagyon szívesen megnéztem volna, meg is fogom, nyilván csak a kérdés, hogy mikor. Vivi? Hát szerintem nagyjából ugyanígy, mint ti. Nekem is Fekete Özvegy, meg a Bond. De a Bond az sokkoló volt, mert ő volt, ami ilyen először bejelentettek, és nem kevés hónapot csúszott. Bár meglepődtem a Halálos iramban is, hogy az meg egy évet. Ez nagyon egy kell. Évet. De ott lehet rájöttek, hogy még egy kicsit dolgozni kéne rajta. lehet, hogy jól jött nekik egyébként, mert még egy pár filmnek. A Star Wars-nak is jól jött volna még egy kicsit. De most kárpótolnak minket egy-két dologgal szerintem. Utólag. De mi téged nem? Nem néztem de meg. Most lesz időd megnézni. Nem akarom, szóval itt ha éreznék rá legalább minimális késztetést, hogy baszkos, jó lenne meg, de nem. Úgy egyre több ilyen YouTube videóba belefutok, ahol mondjuk egy-egy részletet kidobtak a filmből, és még inkább úgy vagyok vele, hogy én ezt nem akarom látni, úgyhogy nem. Viszont találtam egy filmet, amit szerintem Bokival kettem borzasztóan várunk.
Ja, bocsánat. Csak mondani akartam, hogy találtam egy filmet, amit szerintem Boki és én borzasztóan vágyunk, és nagyon megszerettünk volna nézni. Ez Roman Polanskinek az új filmje, a J'accuse, a Tiszt és kém, ez a Dreyfus ügyről szóló film, ami az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén, amikor a francia hadsereg tisztjét, Alfred Dreyfust megvádolták egy ilyen koncepciós perbe, és ez a francia történelem egyik nagy szégyenfoltja. Igen, köszönöm szépen. Na és erről csinált Roman Polanski filmet Jean Dujard ennel, hát fantasztikus alkotásnak ígérkezik, és április 2-án lett volna a premierje. Egyelőre azt még nem halasztották el. Ez az a film, amit én baromira meg szeretnék nézni, mondjuk. De, na, de mondjad, Boki. De nem fogsz elmenni moziba, szerintem. Nem, hülye nem vagyok. Tippeld meg, hogy nekem mi hiányzik majd. Család? Nem, hát Scarlett. Annyira tudtam, jaj, nem ismertek. Az csak a második. Az első, a Mulán egyébként. Én azt nagyon vártam. De mert történelmi. Igen. Mi? Mert történelmi, gondolom. Aha, mese. A Mulán? Hát most figyelj, ez egy ősi kínai történet, tehát ez nem egy Disney, szóval ez attól függet, köszönöm, szóval ez nem egy Disney által kitalált dolog, hanem egy ősi kínai történet. Hát mítosz, de akkor is. Még az utolsó nap gyorsan letanítottam a gyerekeknek, hogy hogyan változzanak át sassá, hogyha meg a körmüket hogy ne veszik meg, amivel harcolhatnak. Baszódjál meg. Ahogy a ősi Kínába csinálták. Baszódjál meg, de tényleg. Én imádtam a Mulánt rajzfilmként, és a bemutató alapján nem cseszték el, tehát ez egy olyan Disney film lehet, ellentétben az Oroszlán királlyal meg a többi hülyeséggel, ami működött volna szerintem, vagy működni fog. Hát kicsit szomorú vagyok, de én türelmes is vagyok egyben, tehát én egyébként örülök ilyen szempontból, mert végre egy csomó filmet megnézhetek, amit már régóta szeretnék, mert kimaradt nekem, de a rabszolgahajcsát Benny miatt nem nézhettem meg eddig, mindig rákényszerített a szadokra. Na várjál, ahogy mondtam nektek, most külön kiadásokkal fogunk jelentkezni, úgyhogy elsőnek majd jön a filmek karantén idejére külön kiadásunk, illetve megszavaztattunk titeket, hogy milyen külön kiadásokat néznétek még. A legtöbben azt szeretnétek, hogyha az ismeretlen filmek, amit látnod kellene, listát készítsünk el. Nekem ott van egy film, amit itt mindenképpen a Petinek meg akarok mutatni, mert szerintem ezt ő baromira élvezné, de vannak még oda ilyen gyöngyszemeim, amiket szerintem be lehet hozni. Illetve még nagyon sok szavazatot kapott a legrosszabb képregényfilmek lista, amire szerintem mindannyiunknak lesz egy-egy tipje. Szerintem már azért, most. Mert hallani akarják, hogy rage-eltek. Mármint, hogy te is. Hogy néz ki Ryan Reynolds ebbe a zöld ruhába? Hé, az tök jó. Ez tök jó volt. Köpocsi! Ja. Na de Nikinek ígértem, hogy itt így válaszolhat az egyik kommentre, ami az előző adásunkhoz jött, úgyhogy Niki, parancsolj! Köszönöm, Benni, milyen nagy lelkű vagy. Igen, kaptam egy kérdést, hogy az Utódok című Disney filmet szerettem-e. Be kell, hogy valljam, hogy nem is látom, mert egyszerűen semmi nem vonzott belőle, vagy rajta igazából nem éreztem késztetést, hogy megnézem. De nem minden Disney filmet szeretsz. Nem minden Disney filmet szeretek, így van. Például a Pocahontas egyáltalán nem szeretem. Akkor nem tetszett, gondolom, az Avatar se. Mármint, hogy a Pocahontas rajzfilmet? Nem szeretem. Nem. És ez úgy kezdődött. Micsoda? Nem, bocsánat. Ez a mosómedvét, azt hogy lehet nem szeretni? Jó, a mosómedve nagyon cuki, meg a mops is, de az egész sztori nem. Valahogy olyan sötét nekem az egész. Nekem az a problémám az a filmmel, hogy nem történethű. Tehát itt így kiderült, hogy anno, hogyha reálisan akarták volna ábrázolni, akkor fél pucéren kellett volna ábrázolni az indián lányt. Tehát... Azt hittem, majdnem lecsesztelek, hogy ne beszélj már hülyeséget, de abszolút igazad. Nyugi, Benny! Engem aggaszt, hogy rajzolt figurára is rágerjedtek. Nyugodj meg, Benny! Jön a Pornhub, jó? Benny sok filmet nem fog nézni, nagyon gyorsan el fog nézni, neki fordulni egyébként a gigabájtjai. Hát, ha így haladunk. Na de! Nálatok szombathelyen a zsebkendőket nem... Szóval izé, vették meg a boltokba? Ajkán, az már nincs. Ajkán fölhalmozta a Boki, mindegyik ott van. Na jó, disztingáljuk magunkat, tehát viselkedjetek kultúremberek módjára, jó? Na jó. Mint a történelem tanárok. Csak. Igen. Peti, köszönjük, hogy itt voltál, és a külön kiadásokra várunk vissza oda, azért még reméljük, hogy beugrasz hozzánk, vannak ötleteid. Hát, a dolgokat. De tényleg komolyra fordítva a szót, nem győzöm hangsúlyozni a felelősségünket ebben a jelenlegi helyzetben, úgyhogy mindenki, amit tud a saját területén belül, abba segítse a másikat, de most szerintem az a legfontosabb, hogy az időseket óvjuk meg. Most mindenkinek kitartást kívánok ebbe a nehéz időszakba, mert ez egyébként egy nehéz időszak, és amivel tudjátok, filmekkel
humorral, mindennel próbáltok meg átfészelni, és én azt várom egyébként, amire tettünk egyébként célzást, talán Boki mondott egy-két dolgot, hogy ha túl leszünk ezen, akkor talán erősebbek leszünk, és tanulunk ebből a helyzetből. Úgyhogy még egyszer mindenkinek kitartás, ja, és egyébként emlékezzünk meg hőseinkről, mert azért március 15-e van ma, úgyhogy tisztelet a magyar hősöknek, és köszönjük nekik, hogy 1848-49-ben kiálltak a hazánkért, úgyhogy ezúton is emelem kalapot a március ifjúsága előtt, és még sokat tudnék beszélni, mivel ugye már régen voltam, de elköszönök tőletek, úgyhogy innentől kezdve a csomóké, és Benéjé a szó, bocs, Bopi. Nekem erre van egy tök jó érzem egyébként, hogyha már március 15-e, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy most egy kicsit legyünk rabok, hogy később szabadok lehessünk, úgyhogy szerintem ezt így tartsuk be. Nagyon szép. Ez a saját gondolat. Persze. Ja, valahol biztos olvasta. Na jó, van, szavaztok. Ilyen barátok mellett. Kinek kell ellenség? Hello, hello. De hát kezdjük akkor a heti filmekkel, ahogy mondtam, a héten még el sikerült jutnunk moziba. Nekem egyébként az utolsó napon szerdán sikerült megnéznem a Nyomorultakat, de előtte viszont kezdjünk egy olyan filmen, ami sajnos nem jutott el a mozikba, hogyha emlékeztek, decemberben minden előzetesben mutatták a 21 hidat, micsoda jó akciófilm lesz. Aztán elcsúsztatták, úgy volt, hogy áprilisban fogják bemutatni a filmet, aztán kiderült, hogy mégse jön áprilisban se a 21 híd, viszont azért DVD-n meg különböző streaming szolgáltatóknál már elérhető a film, amit Boki és Vivi meg is nézett, úgyhogy nézzük a Fekete Bárduc, hogy zárja le Manhattant. Hát örülök, hogy te nem láttad, mert lehet, hogy vitáztunk volna, aztán soha nem szeretem. Na jó, de azt szeretem. Hát megmondom őszintén, szerintem nem túl nagy sikerrel. Illetve hát a hidak lezárása sikerült, ellentétben szerintem a film már annyira nem. Hát ugye a sztori arról szól, hogy lelőnek néhány rendőrt, és hogy elkapják a tetteseket, lezárják a hidakat, de aztán van egy óriási fordulat, hogy minden rendőr korrupt volt, meg amúgy is. Ettől függetlenül nem jogos a lelövésük, de Fekete Párduc végén kiderít mindent, és a bűnösök megbűnhődnek, pont. Nem egy olyan nagy spoiler, ez legyünk őszinték, tehát már kilométerekről jött. Hát nem tudom, nekem a film elsősorban az volt a bajom, hogy iszonyatosan döcögősen, lassún, teknősösen lassú volt. Tehát nagyon, nagyon. Az akció jelenetek még jók lettek volna, de olyan szinten belevesztek ebbe a monoton, döcögős tempóba, hogy nem működött. Tehát mondok egy példát, hogy tényleg így megy a csiga, aztán gyorsan 2 perc akciójelenet, aztán megint ilyen csiga tempó. És tényleg ez a várod, hogy legyen már valami, de mire megérkezik a valami, addig de már elunod az egészet. Egyébként, hát a színészi alakítások, nem tudom, elmegy kategória. Annak még J.K. Simmons sem. Igen, hogy én J.K. Simmons-t én nagyon szeretem, és tökörültem neki, hogy ő van, de nem nagyon, tehát, de ez nem a színészek hibája szerintem, mert én Chadwick Boseman-t is bírom, bár oké, nem azt mondom, hogy egy ilyen J.K. Simmons-i nagyság, de azért nem mondom, hogy rossz lenne. J.K. Simmons azt az előbb dicsértem, Sienna Miller se lehetne a legrosszabb, bár ettől függetlenül szerintem ők nem nagyon kaptak valami jó utasításokat a rendezőtől, vagy akár a forgatókönyvírótól. Nem tudom, nem működtek. Azt hozzáteszem, hogy eredeti nyelven felirat nélkül néztem meg. Az jó lehetett. Oké, te is eredeti nyelven nézted? Igen, de nekem volt az a feliratom. Oké, tehát, hogy... Én nem szóltál. Egy angol feliratot kellett volna beszereznem, mert ezek az akcentusok, tehát brutális, brutális. Kitalálom, jó, nigga, yeah! Nem. De Chadwick Bosnanek eléggé, neki nehéz az angolját szerintem megérteni. Szerintem azt hittem, még Wakandában van. Inkább mindenkinek. Na mondjál te is, Vivi, valamit, aztán volt iszonyat sok buktató ebben a filmben. Nagyon sok, de én még azt vallom, hogy szerintem a héten ez volt a legjobb, amit láttam. Az a gáz. Ajaj. Ez az ő érdemeit nem feltétlen viszi feljebb, és az se, hogy meg kétszer aludtam el rajta, de még mindig ez volt a legjobb. Hát J.K. Simmonsra egyébként benne én annyit akartam reagálni, hogy nem értem, miért fizettek neki. Tehát, hogy ezt, ami szerepet neki ebbe a filmbe adtak, bárki eljátszhatta volna. Tehát, hogy neki ez ilyen uzsonna pénz lehetett.
amit így elvett egy gyengébb gyerektől körülbelül. Chadwick Boseman szerintem még ő volt talán a legjobb, meg hát neki volt a legnagyobb szerepe. Őt nekem így jó volt nem fekete párducként is látni, vele nem volt problémám, de a logikai buktatókkal, ahogy a Boki is mondja, teli van a film. Én megmondom őszintén, hogy nem láttam előzetest, mielőtt megnéztem, de a lakótársam igen, és ő mondta, hogy ez az a film, amiben van valami rablás, és akkor kiderül, hogy az összes zsaru korrupt, és akkor így nézek rá, hogy mondom, ez az előzetesben mind benne is volt. Azt mondta, hogy igen. Igen, ez tényleg. És akkor itt megint csak így adnék egy pofont annak, aki így összevág egy előzetest, mert hogy nem voltak ezek nagy csavarok, amire nem jöttél volna rá. Én ezt aláírom. De akkor is az előzetesben nem lőhetünk el ilyen dolgokat. Mert még azt a keveset is aláássa, ami benne van. Egyébként ez ugye minden filmben ellővik, de mivel, ahogy mondtam, ez a film olyan iszonyatosan lassú, és már az elején is. Tehát még el se kezdődik, de már ez a tényleg csiga tempó. Így el tudsz gondolk. Tehát ugye lassú filmekkel, vagy az érdektelen filmekkel az a probléma, vagy hát nem probléma, nem tudom, hogy mindig tud máshol járni az agyat. És tudjátok, alapból úgy kezdődött, hogy az Andrew, akit Fekete Páduc játszik, sokkal könnyebb kimondani, mint a nevét. Lényegében elvesztette a rendőr apját, akit bűnözők öltek meg, és az a tipikus rendőrtemetés. De hallod, itt nem az, hogy a templom előtt teli van az utca, itt egy park, meg még két utca teli van. Tehát konkrétan szerintem, amikor Andrew apja meghalt, akkor kb. Itt a bűnözők megszállhatták a várost. És ezzel igazából azt akarom érzékeltetni, hogy ennyire nem tudott lekötni a fiú, hogy ilyeneken gondolkodtam. Meg az a szál is tényleg ott, hogy az anyukájánál az ápolónő, meg annyira feleslegesek voltak. Meg annyira klisés. Igen, klisés, felesleges, és tehát, hogy ennél szerintem egy kreatívabb módon be lehetett volna mutatni ezt a karaktert, amit akartak ebből a karakterből kihozni, hogy ő egy ilyen, hát, hogy is fogalmazzam, milyen volt ő. Tehát, hogy ez a mindene az igazság, tudod, és nem ismer ehhez gátakat, és nem számít, hogy kint kell átmennie ahhoz, hogy megbűnhődjenek a rosszak, szóval, hogy ilyen ízig-vérig zsarut akartak belőle csinálni, de ehhez, hogy ezt a háttértörténetet így behozták és húzták, meg hogy ott az anyukájával az a kommunikáció, ami volt, ez teljesen felesleges, meg nekem ez a mi ellenszenvet kiváltott már az elején is a többi rendőrből, az is ilyen légből kapott volt, tehát, hogy így azért cikizik, meg nem is cikizik, vagy vannak így ellene, mert hogy többször használta a fegyverét, és lelőtt bűnözőket, és komolyan úgy beszélnek vele. Igen, és úgy beszélnek vele, mint valami párjával, hogy mit képzel magáról, és hogy ő ilyen shooter, ezt mondják rá, és hogy mintha ilyen annyira negatívan van beállítva a többi rendőr között, hogy csak így néztem, hogy de miért? Mondják ezt Amerikában, ahol konkrétan, hogyha nem teszed a kezedet a kormányra, akkor már 3 golyót kaptál a mellettbe, vagy a hátadba. Egyébként ennek örülök, hogy ezt megjegyezted, hogy ez a nagy ő az a karakter, aki az abszolút igazságérzet és megingathatatlan erkölcsi szabályok. Na most ez egy jó karakterkoncepció, meg jó karaktertípus lehetne, de őszintén ebben a filmben volt neki bármiféle megkísértése, vagy volt bármiféle olyan, amikor esélye lett volna megbotlani? Tehát egyszer is... Egyedül a legvégén. Miért? Mert a legvégén, mikor ott a J.K. Simmonszal beszélnek, ő mondja neki, hogy megtehetné, hogy mondjuk félrenéz. De az abszolút... De azon kívül semmi az nem komoly, nem az nem komoly, tehát hogy akkor úgy értem, hogy komoly akadály, tehát, hogy ha valakinek ilyen óriási szabályrendszere van, akármilyen, tehát elvei vannak, ez az ilyen típusú karakter akkor jó, ha ezek az elvek veszélybe kerülnek. Na most itt nincs róla szó, tehát kb. Ez van, hogy én nekem mindenem az igazság, légy szíves, legyél korrupt, nem leszek, ó a fenébe. Tehát ennyi volt a lelki probléma, vagy ennyi volt, hogy mondják ezt a segítsetek már képen, nehéz szó. Nehéz lesz ez az online tanítás már most látom. Nem podcast módszert fogom választani, oké. Okay. Szóval ennyi volt neki az egyetlen komoly gát, vagy az ennyi volt az egyetlen komoly akadály, az egyetlen komoly akadálya itt az egész film alatt, hogy legyél korrupt, nem leszek. Hát okay. Nem, meg még annyi talán, hogy mindenki, ha akit nem ő lőtt le, azt lelőtték a rendőrök.
Tehát ez a Csóri, nem hazudok, végig futkozza ezt a filmet, és csak ennyit kiabál a többi rendőrnek, hogy don't shoot, don't shoot, don't shoot, és mind... És mindenki lő mindent is. Úgyhogy meg az is fura, hogy a végére szimpátiát akarnak benned kelteni a bűnöző iránt. A bűnöző iránt, sőt, még valamennyire akár sikerülhet is, tehát, hogy még a bűnözővel is nagyobb erkölcsi magasságokat akarnak megmozgatni, mint a korrupt rendőrökkel, de a korrupt rendőrök agyába sem nagyon látsz bele. Egyedül a végén, amit a J.K. Simmons így felvázol, hogy ezt miért is teszi, és olyan szinten... Leszaladna! Nem, de olyan szinten buta magyarázatot ad arra, hogy ők most miért is... üzemeltetnek egy drogterjesztő hálózatot, hogy én olyat még filmbe szerintem nem láttam. Tehát ő nem a pénzért csinálja, itt senki nem a pénzért csinálja, senki, hanem azért, hogy a rendőr családok egybe maradjanak, ne legyenek válások, és ne legyenek alkoholista rendőrök. Hát ugye a fizet lényegében itt utalnak, hogy tehát a szokásos, azért persze, vagyok korrupt, de mégis akkor a pénzért csinálják, és egy bizonyos ponton túl lesz olyan, aki nem azért csinálja ezt, mert a családja széthullana, ha nem ezt csinálná. Kapzsiság, persze, de ez ki is dől ugye a filmbe. Ezért, tehát, hogy meg egy másik buktató, amit megint nagyon jó, hogy mondtál, hogy szimpátiát próbálnak a bűnöző iránt ébreszteni. Ugye az elején a két bűnöző, akire után hajtóvadászat indul, elövi a rendőröket. És szeressük ezt a bűnözőt, illetve bocsássunk meg a bűnözőnek, mert fél órával később kiderül, hogy aki rendőrt lelőtt, az korrupt volt. Ja, hát akkor nem is vagy gonosz gyilkos, tényleg. Tehát hidegvérrel kinyírják ott a rendőröket, jó, hát ő nem, de így elejt két krokodilkönycseppet, de kiderül, hogy korruptak, ezért meg van bocsájtva. Mi van? Meg a két bűnöző is nekem annyira furán lett, mint karakter felépítve, tehát adtak nekik egy katonai múltat, amiben nekem ez a hidegvérű rendőrgyilkos nem férne bele. Tehát, hogy... Nekem inkább pont a másiknak a hisztizése. Tehát az olyan hullámzó, mint egy... Az nem jó példa, mert akkor végén még valaki megsértődik. Mint egy nagyon hullámzó embert képzeljél, egy érezelmileg hullámzó embert. Mint egy menstruáló nő. Beni, így most nem fog megsértődni senki. Beni, mi annyira egy hullám hosszon vagyunk. Persze, mert 30 fölötti hímsoviniszta majmok vagytok. Nézzük egy hullámot. Jó, akkor azt is hadd mondjam ki, hogy a filmben minden fehér karakterről kiderül, hogy bűnöző. Tehát, hogy akkor olyan hullámzó az idegállapota, mint egy éhes férfinek. Igen, igen. Ja, ez még jó. Ez jó. Nagyon jó, nagyon jó. A lényeg az, hogy ez azért van, mert ezek nem kidolgozott karakterek, illetve hát a forgatókönyv szerintem nincs rendesen megírva. Tehát adtak egy sablont, és nem tudod magad beleélni, vagy hát szerintem a színészek se tudták nagyon beleélni magukat, mert jó, te neked így kell viselkedned. Oké, de miért? De mert csak... erre nagyon jó szó a sablon, amit most használtál. Igen. Tényleg mindenki sablon és ilyen papírmosi karakter. Hát az FBI ügynökök, azok is mi volt az ott? Az a beállított gyilkosság a klubba. Tehát így Istenem, az is de gagyi. Tehát én nagyon gagyi dolgok vannak benne. Minden bántás nélkül, de én már onnan tudtam, hogy ez a film szar lesz, hogy megláttam, hogy Taylor Kitsch szerepel benne. Tehát minden bántás nélkül, de tényleg, az ember egy akkora antiszínész, hogy Jézus. De hogy voltak jó filmjei. Ennek nem ő volt. Egy voltak jó filmjei? Ne viccelj, te láttad azt az embert. Jó, hát ez olyan, hogy Bokira. Én nem utálom a Battleship-et egyébként. Meg hát az American Assassin-ba is jó volt, bár abban már elkezdett gonoszt játszani. Szerint borzasztó. Nem volt vele baj, nem vele volt a baj. Abszolút, abszolút. Én meg is nézem a Battleship-ot. Megan Fox is jól néz ki, attól függetlenül nem egy jó színész, de maradjunk ennyibe. Egy gyors pontozásra azért még. Én egy 5-öst adtam. Én egyen lejjebb mentem annál, én egy 4-est. Voltak azért benne néha olyan pillanatok, ami így megfogott, de ne nézzétek meg. Kíváncsi leszek, hogy mennyit adtál a másik filmre. Melyikre? Bloodshot. Komolyan mondom. Nem, majd megbeszéljük ott. Majd megbeszéljük ott. Beszéljünk először
először a nyomorultakról, amit én egyedül láttam. Sajnos Bokinál nem játszottak, pedig hogyha minden igaz, akkor te is meg akartad én nézni ezt a filmet. Ez volt az egyetlen film, amit a héten meg akartam nézni, és kb. Csak azt nem néztem meg, úgyhogy... Örülj, hogy nem láttad, maradjunk ennyiben. Ne szívas! Hát annyira vártam ezt a filmet. Hát, igazából én megmondom őszintén, hogy magammal szúrtam ki, amikor elkezdtem nézni ezt a filmet, ugyanis nem néztem utána, csak a cím fogott meg, és azt gondoltam, hogy ez egy Victor Hugo regény modern feldolgozása. Nem. És nem. Ha mi minden igaz. Nem. Ha minden igaz, akkor ennek a nyomorultaknak annyi köze van az igazi regényhez, hogy Párizs ugyanazon külvárosában játszódik, mint a regény, és Victor Hugo Párizs ezen negyedében írta meg a nyomorultakat, de itt kimerül minden. De nyilván, mivel azt gondoltam, hogy ez a regény modern feldolgozás, azért az elvárásaim is nagyobbak voltak, meg mások voltak. De meg kell mondani, hogy tényleg nulla köze van a filmnek a regényhez. Ráadásul azért az elvárásaimat az is fokozta, hogy a kritikák azok nagyon értették ezt a filmet. A díjszezon egyik kellemes meglepetése volt, és igazából sokan azt mondták, hogy Oscar esélyes lehet, ha nem lenne az Élősködők. Alapvetően látom és értem, hogy mi lett volna a film koncepciója. Kicsit olyan érzésem van, mintha az Isten városának Franciaországban játszódó verzióját akarták volna elkészíteni, csak nem egy karaktereken keresztül, hanem ezt a nyomornegyedet akarták bemutatni. Vannak nagyon erős pillanatai a filmnek, tehát Párizs nyomornegyedének a bemutatása az valami egészen remekül sikerült. Tehát látni azt, hogy egy ilyen európai nagyvárosban micsoda szegény negyedek vannak, és micsoda nyomorban is tudnak élni az emberek, az valami elképesztően jól van bemutatva, pláne úgy, hogy először, amikor a filmet elkezdjük nézni, akkor először a szokásos párizsi látképeket mutatják be, tehát Eiffel-torony, Champs-Élysées, akkor utána hirtelen megérkezünk ebbe a nyomornegyedbe, és mennyire durva elképzelni már azt, hogy itt van egy ekkora nagy csillogó-villogó város minden szuper extrával együtt, és mellette pedig a külnegyedekben ilyen mocskos nagy szegénység van. A film szerintem nagyon jól építi a hangulatot, és ez a hangulat is képes berántani magával. Ráadásul azt tudom mondani, hogy a film felvezetésében a karakterek is baromira érdekesek. Onnantól kezdődik a probléma, amiután rájössz, hogy nagyon nem történik semmi, és a film története is egészen vékonyka, tehát majdnem a film közepéig jutunk el, amikor nagyjából kiderül, hogy mégis miről akarna szólni ez a film. A történet ugyanis szerintem nagyon sok sebből vévzik. Adott három rendőr, akik Párizs legszegényebb negyedében járőröznek civilben, amikor is kiderül, hogy egy cirkuszból elloptak egy oroszlán kölyköt. És ennek az oroszlán kölyöknek a felkutatására indulnak, és gyorsan meg is találják azt az utca gyereket, aki ellopta ezt az oroszlánt, és megpróbálják letartóztatni. Persze ez a 14-15 év körüli utcagyerek ellenáll, közben az ő 14-15 éves barátjai rátámadnak a rendőrökre, és a nagy kavarodásban pedig egy gumilövedéket kilövő pisztoly elsül, amivel fejbe csúrják ezt a gyereket, és ez pedig egy drónnal egy másik utcagyerek felvette. A három rendőr megpróbálja megszerezni ezt a felvételt, de különböző bűnözők is ácsingóznak erre a felvételre, és hát lényegében erről szól ez a film. Na most ott kezdődik a probléma, hogy már szerintem az alapfelvetés is hülyeség. Tehát itt ez a kisgyerek. Egy tolvaj gazember, egy olyas kis köcsög, aki amellett, hogy ellopja az oroszlánt, ellenáll a rendőröknek, a letartóztatásnak, a haverjaival, kövekkel, üvegekkel dobálják a rendőröket, leköpik, meglögdösik őket, elküldik őket a kurva anyjukba, fenyegetőznek. A három rendőr, nem viccelek, tök normálisan tűri ezt, az egészet. Nem üti meg őket, nem veszi elő a szolgálati fegyverét. Igen, a gumilövedékkel pofálövik a gyereket, de most tök őszintén. De tényleg, mondjatok nekem egy intézkedő rendőrt, akivel mindezt meg lehet csinálni, és békésen tűri az egészet. Tehát vicc az egész. Hát Amerikában konkrétan egy sorozatot kapott volna a mellkasába ez a gyerek, aki ezt csinálja. De itt Magyarországon is nem hiszem, hogy egyébként a rendőrhöz oda mehetsz, törött üveggel megdobálhatod, elküldheted a kurva anyjába, és leköpöd, és konkrétan végignézi az egészet. Ez baromság. De nem. Nekem ennek a filmnek az én azt most, ahogy beszélsz róla, jutott eszembe, hogy láttam az előzetesét, nekem ott tök úgy jött le, hogy a rendőrök így visszaélnek a hatalmukkal. Na, pont és... ez a probléma, hogy nem. Tehát nem. Mert az előzetes alapján nekem úgy jött le, hogy az egész környéket kicsinálják. Ezek a rendőrök seggfejek, bunkon viselkednek, agresszívek, de nem tesznek semmi törvénytelen, tehát nem fogadnak el senkitől pénzt, nem zsarolnak meg senkit, nem vernek meg senkit, tehát nem csinálnak semmit, próbálják meg fenntartani a rendet. Csak mellette ott vannak ezek a retardált idióták, akik meg úgy gondolják, hogy egyébként ők nem egy európai nagyvárosban élnek, hanem a saját kis királyságukban, és azt csinálnak, amit akarnak. És nyilván ezzel meg összeütközésbe kerülnek a törvénnyel. De
Igen? Ne haragudj, tehát, hogy, mert hogy a Vivi után, tehát most engem is nagyon megleptél, hogy, mert az előzetes alapján tényleg az volt, hogy itt van egy rasszista rendőr, aki csak azért van ebbe a negyedbe, hogy ott szivassa az ott élőket, akik egyetlen, kisebbséghez tartoznak. Egyetlen egy olyan jelenet van, ahol megáll ez a rendőrautó, kiszáll ez a fehér rendőr, akit lehet, hogy az előzetesben rasszistának akarnak eladni, és ott zaklat egy fiatal nőt. Igen, de a fiatal igen, nő is, marihuánát szívott, ami... tudtommal még mindig illegális Franciaországban. És őt se tartóztatják le, hanem konkrétan elengedi a csajt, összetöri a telefonját. Ez az egyetlen olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy hát ez rendőr egy szemét. Ezen kívül semmi más nem csinálnak, járőröznek, beszélgetnek, beszólogatnak néha a helyi kiskirályoknak, de ők nem egy ilyen gonosz-rossz rendőrök, mint mondjuk a kiképzésben a Denzel Washington. Tehát önmagában hülyeség az egész konfliktus. Tehát bárki megnézi azt a videót, amit a drónnal felvettek, hát a rendőröket fogja igazolni, nekik fognak igazat adni. Sőt, még azt is mondja, hogy hát gyerekek, szerintem nyugodtan lőhettetek volna közéjük. Tehát még egyszer mondom, 8-10 gyerek üvegekkel, kövekkel dobálja a rendőröket, köpködik őket, minden szarnak, szemétnek elmondják őket, a rendőrök nem csinálnak semmit, csak véletlenül elsül egy gumilövedék fegyver. És a gyerek se hal meg, akit eltalált, nyilván a pofája nem lesz olyan, mint eddig, de tök őszintén erre felhúzni egy konfliktust, nem értem. Akkor ez nem egy jó társadalom kritika, vagy társadalmi konfliktus bemutatás? Kicsit tovább menve a dologgal, ugye a másik probléma, hogy ezek a rendőrök, ahogy elmondtam, nem korruptak, nem mocskok, nem szemétládák. És a másik oldalon meg itt van ez a kisgyerek, akit konkrétan a saját szülei utálnak, mind a szar, beviszik a rendőrségre, és mondják, hogy tartóztassák már le ezt a gyereket, mert nem lehet vele mit csinálni, egy kis rohadék. Meg is mondják, hogy minden szarba benne van ez a gyerek. Lop, csal, hazudik, egy utolsó kis gani, aki szarik a rendőrökre, úgy viselkedik, mint egy kis szarházi. És vele kellene együtt érezni. És a végén vagy... ő jó fej lesz? Elmondom mindjárt. Bocsánat. Ott van a másik gyerek, aki ugye drónnal levideózza a rendőröket. A kisgyerek arra használja a drónját, hogy mesztelen felvételeket készítsen a környék kislányairól. Egy kibaszott pervers rohadék ez a gyerek, akinek videói tucatjai vannak a gépen ilyen kislányokról. Tehát, és ők a pozitív karakter. Vele kéne együtt, ezt mondom, hogy vele kéne együtt érezni. Szóval ő is egy ilyen 13-14 forma kisgyerek, tehát baszki, akkor is egy perverz állat. Tehát nincs kinek szurkolni, nincs egy pozitív szereplő. És lehet azt mondani, hogy oké, direkt így csinálta a rendező, hogy nem is kell pozitív arc, akivel együtt tudok érezni, csak az a probléma, hogy pont emiatt nem tudom elítélni a rendőröket, akiket mondjuk el kellene ítélnem a film alapján, meg szerintem az előzetes alapján is erre akarták felhúzni. Ráadásként a film végén behoznak egy ilyen utcakölyök lázadást. Ez a gumilövedékkel pofán lőtt kisgyerek, aki még egyszer mondom, egy kibaszott ellenszenves utolsó rohadék, de ez valahogyan a negyed összes utca gyerekét ilyen tizenéves kisgyerekként egy bandába gyűjt, és 50-60 kisgyerekről van szó, és ez az 50-60 tizenéves kisgyerek, ez fogja magát, meggyilkolják a helyi banda vezért, ez az 50-60 kisgyerek rátámad a három rendőrre, hogy meggyilkolja őket. De nincs megmagyarázva, hogy ez a retardált kismocsok ez hogy vette rá a negyed összes kisgyerekét, hogy lázadjon fel, és konkrétan molotov koktélt akarjon rádobni a rendőrre. Tehát dobálják ott a rendőröket, molotov koktélokat dobálnak rájuk, mit mondjak neked, tűzijátékokkal lövik őket, a rendőrök még akkor se veszik elő a szolgálati fegyverüket, csak akkor, amikor a film végén egy ilyen cliffhangerrel véget ér a film, hogy ez a kis mocsok retardált egy molotov koktéllal áll szembe a rendőrrel, aki akkor először a film folyamán előveszi a fegyverét, és fegyvert fog rá, és könyörög neki, hogy léci, ragd le, beszéljük meg, nyugodj meg. És ránk hagyja a döntést a film, hogy gondoljuk végig, hogy most mi fog történni. Lelőtték, eldobta a molotov koktélt, megbékéltek, vagy mi történt? És ez érthetetlen. Ez biztos nem egy bevándorlás ellenes film? Ezen gondolkodtam egyébként én is, de alapvetően a rendező az meg egy bevándorló, egy Ludge Lee nevű afroamerikai rasta úriember, aki biztos, hogy nem akart egy ilyen filmet elkészíteni. Én szerintem ott ment nagyon mellé ez a dolog, hogy ezeknek a rendőröknek a karakterét sikerült nagyon elbaszni. Tehát nem tudok ellenszenves lenni, vagy ellenérzést, nincs ellenérzésem ezekkel a rendőrökkel kapcsolatban, nem csinálnak semmi rosszat. Tehát nem korruptak, nem rohadékok,
igen, hoverkodnak ott az alvilága, de tök őszintén bemész egy olyan negyedbe, ahol lényegében a törvény nincs jelen, valamilyen módon alkalmazkodnod kell ezekhez az emberekhez, és valamilyen módon együtt kell működnöd velük. De ezek nem olyan alkesz rendőrök, akik reggel 6-kor azzal indítják a napjukat, hogy megverik a bevándorlókat, hanem tényleg normálisok. Van közöttük egy bevándorló rendőr, az egyik színesbőrű rendőr, maga is egy ilyen afrikai bevándorló. Tehát nem értem, hogy most itt mi lett volna a cél. És nagyon végig gondolatlan a film története. A karakteráblázolások nagyon problémásak. Nagyon rossz üzenete van a filmnek. Tehát a szereplők érthetetlen döntéseket hoznak. Egy csomó dolog, ami fontos lenne, nincs megmagyarázva. És látom a filmnek az értékeit, mert még egyszer mondom, nagyon jól építi a hangulatot a film elején. Remekül mutatja be ezt a gettót, viszont onnantól kezdve, hogy egy történetet kellene elmondani a filmnek, teljesen szétesik, és néha már így az értékelhetetlen az, ami a képernyőn történik. Egy jobb forgatókönyvvel szerintem ez egy sokkal jobb film lehetett volna. Mondjuk ennek a három zsarúnak a mindennapjairól lehetett volna forgatni a gettóban. Vagy ha mindenáron ezt a rendőri túlkapást akarták filmre vinni, akkor azt szerintem sokkal, de sokkal jobban ki kellett volna bontani, és nem együtt érezni ezekkel a rendőrökkel, mert inkább velük érzel együtt, mint ezekkel a kis mocsalékokkal. És látom a pozitívum, mint a filmnek, de alapvetően szerintem ez nagyon mellé ment. Mondjad, Boki. Hát, amit elmondtál, én azt mondom, hajrá a rendőrök, de igen. Nem, olyan nem volt a filmben, ami nagyon-nagyon elterjedt szokott lenni, hogy azt akarja ráhúzni, hogy ezek a gyerekek igazából kedvesek, csak a helyzet tönkretette őket, blablabla, bla, bla, ilyen nincs. Úgy kezdődik a film, hogy beviszik ezt a hülye gyereket a rendőrségre, a szülei, az apja, és mondják, hogy könyörgöm, csináljanak már valamit. Ma reggel például azt csinálta, hogy ellopott mit, hogy 15 csirkét, akiknek kitekerte a nyakát. Tegnap bedobott egy kórháznak az ablakát, tehát nem normális, csináljanak már vele valamit. És ez a gyerek fogja magát, és most kapaszkodj meg ezt, hogy tényleg mennyire nem tudsz vele együtt érezni, belopóznak egy cirkuszba, elropnak egy oroszlánt, hogy Instagram selfit csináljanak az oroszlánnal, a kölyök oroszlánnal. Tehát ezzel kéne együtt érezni. Tehát konkrétan a filmnek nem volt olyan perce, ahol ne az lett volna a fejembe, hogy bazd meg, valaki ruházza már meg ezt a gyereket, hát mekkora egy idióta. Nem lehet, hogy arra utalnak mi így az elején, hogy hát a szülei milyen nem törődömök, nem foglalkoznak vele, ezért a szegény gyerek elkanászodott? De ő az egyetlen ilyen hülye gyerek. Tehát a testvérei, mindenki normális tud lenni, ő meg egy ilyen elfajzott barom állat. Tehát nem tudom. Meg azt nem értem, hogy ez az elfajzott idióta, ez hogy a francba tudott rávenni egy negyednyi gyereket, hogy lázadjanak föl, gyilkoljanak, öljenek, meg minden. Ülök ott a film végén, hogy ez hogy? És van benne jó rész is. Tehát ott, amikor ez a drónos perverz gyerek, ez egy muzulmán faszihoz megy, és neki adja ezt a felvételt, és az egyik rendőr meg a muzulmán faszival kimegy beszélgetni, és mondja neki, hogy figyelj, igen, megosztatod ezt a videót, nézd meg 2005-ben mi történt, szétvertétek az egész izét. És mondja ez a muzulmán muki, hogy lehet, hogy megtisztítaná a negyedet, és hogy jobb lenne. És akkor mondja azt, hogy 2005-ben volt egy olyan felkelés, nézd meg, azóta ott van kint a busz megálló, amit szétvertek, azóta nem csinálták meg, magatokat szivatod meg, hogyha most igazából nyilvánosságra hozod ezt a felvételt. Ez egy tök értelmes, normális beszélgetés. Csak attól függetlenül nem tudsz együtt érezni semmelyik karakterrel sem. Főleg nem ezzel a hülye gyerekkel, akit még egyszer mondom, itt így fejbe lőttek. Tehát ott így tapsoltam, amikor itt így fejbe lövik. Én ötöst adtam erre a filmre, de szerintem iszonyat jó szívű voltam, mert messze nem volt ez olyan jó film, mint ahogy a kritikák írják, és szerintem azért egy jó forgatókönyvvel lehetett volna ebből egy jó filmet, egy sokkal jobb filmet is csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok helyen megy mellé ez a film, és borzasztóan buta története van szerintem, úgyhogy én nem szívesen ajánlom senkinek ezt a filmet megnézésre. Nézzétek meg az Istenvárosát, az a braziliai gettókról szól, ugyanígy rendőri túlkapásokról, utcagyerekekről, az egy sokkal jobb film, az egy klasszikus, minden idők egyik legjobb filmje, úgyhogy sokkal inkább azt nézzétek meg, mint az Új nyomorultakat. Na, beszéljünk az Emmáról. És hát egy csajos film, amit csajok néztek, úgyhogy Niki, Vivi, milyen volt az Emma? Szuper. Hazudsz? Kicsi. Szerintem rémunalmas volt. Oki, rád kellett, hogy gondoljak, mert előző héten a babaspinges filmnél mondtad, nyilván, hogy többször is azon kaptad magad, hogy nem figyelsz oda a filmre. Hát körülbelül 10 percenként azon kaptam magam, hogy azt tudom, hol vagyok, mert és rám gondoltál, jaj.
Szóval annyira nem kötött le. Nagyon bontatott volt, rohadt hosszú volt, nem tudom, Vivi, te hogy láttad? Hát én végig szenvedtem. Igen, én is. Mondjuk én, megmondom őszintén, annyira nem vagyok képbe a Jane Austen könyvekkel és feldolgozásokkal sem, tehát hogy alapvetően úgy álltam neki a filmnek, hogy nem az én stílusom, csak ugye senki nem vállalta be, hogy megnézi, és akkor gondoltam, hogy majd én, és hát ugye akkor ezt már így elmondom, hogy ez egy regénynek az adaptációja, amit ha jól olvastam, már nem egyszer és nem kétszer vittek szintén filmre. Állítólag rengetegszer az egyik legtöbbször filmre vitt regény ez a James Austin film. És nem értem miért, mert szerintem lehet, hogy én látom rosszul, de hogy annyira nincsen benn számomra ennyi potenciál, igazából felvételett a Benny kérdeztem, hogy mi egyetem miről szól, és sok mindent nem tudsz elmondani, mint hogy adott ugye főhős Emma, akiről abszolút nem mondhatod, hogy egy szimpatikus karakter lenne, mert hogy szép, meg maga módján okos is, mindenről megvan a maga véleménye, és már az a hobbija, úgymond, és gazdag, és előkelő család, és az a hobbija, hogy összeboronál embereket. De nagyjából ennyi igazából, mert tehát így nagy konfliktus nincsen a filmben, tehát csak így évszakról évszakra vannak ilyen snittek, és megy előre a történet, de nem igazán érzed ezt, hogy A-ból B-be mikor is jutsz el, vagy egyáltalán én a filmnek a feléig, háromnegyedéig azt sem tudtam, hogy hova akarunk eljutni. Aztán persze így utólag, ha megnézem, akkor vehetem ezt az egészet úgy, hogy egy felnövés történet, mert hogy azért a film végére hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem változik meg az Emma karaktere, de mire eljutunk ehhez a pontra, arra engem ez a film már úgy elveszített, hogy abszolút nem is érdekelt, hogy mi lesz ebből a lányból. És már annyi sérülést okozott, hogy nem is igen tudja megjavítani, hogy a végén ilyen tiszta szimpátiát érezzek iránta. Nem, egyáltalán nem. Az én részemről sem volt semmiféle szimpátia. Én azt nem értem, talán Benny, te mondtad, de lehet, hogy olvastam, hogy ez egy vígjátéknak készülő dráma. Tehát igen. Nem értem. Egyszerűen nem értem, mert hogy ebben semmi nem volt poénos, az is biztos. Talán egy-két ilyen túlzó karaktert akartak viccesnek beállítani, nem? Én erre tudtam gondolni, mert amúgy ez a... Én is így álltam hozzá, hogy ez ilyen kosztümös vígjáték terű. Igen. És akkor így az első 20 percig csak így jól gondoltam, hogy jó, még nem vicces, de majd biztos az lesz. Aztán nem lett az. Nem lett. A vége felé van egy jelenet, ami körülbelül 20 perc marad a filmből, amikor végre szerelmet vallanának egymásnak, véget vetnének a nézők szenvedésének, akkor elered Emma orra. Mint hogy vérzik az orra? Igen. Vérzik az orra. És a pasi, akinek már fél perce a tenyere az Emmának az arcán van, csak hogy bámul, és semmi reakció, és egyszerűen annyira nem tudtam ezt a jelenetet hova tenni. Nem tudom, Vivi, lehet, hogy te többet láttál nem. Csak ültem, és kérdeztem magam, hogy ez most mit akar jelenteni. És az az igazság, hogy számomra a többi karakter sem volt olyan, akikkel nagyon így akartam volna azonosulni, vagy szimpatizálni. Tehát talán egyedüli, akivel végül összejön, ő egy szimpatikus karakter volt, meg aki még számomra néha humoros volt, az az apukájának a karaktere volt. Igen, abszolút. De aki a barátnőjét játszotta, az számomra idegesítő volt, a többi férfi karakter is ilyen szóval számomra ezt az egészet a mellékszereplők sem tudták úgy megtámogatni, hogy jó legyen. A film felé így gondolkodtam, hogy honnan ismerős a főszereplő lány, mire ezt rájöttem, hogy ő az üvegből meg a széttörvéből a lány. Az így egy kellemes meglepetés volt, de hát inkább nézem azokba, ugye, mint ebben. Ami talán egyedüli pozitívum lehet annak, aki szereti ezeket a filmeket, hogy amúgy nagyon igényesen van megcsinálva, mint kosztümös film, tehát tényleg nagyon, nagyon korhű szerintem az egész
díszlet, meg a beállítás, meg a jelmezek, szóval ott még akár azt is megkockáztatom, ha nem lesz nagy vetélytársa az évbe, akkor egy ilyen típusú Oscarra még akár esélyes is lehet, meg ahogyan néztem, nem utálják a kritikák, tehát hogy vannak, akiknek tetszik ez a történet, és így el is gondolkodtam, hogy lehet, hogy csak tényleg nagyon nem nekem való. Ja, tök jó, hát nekem sem, abszolút nem. Kicsit most meg is könnyebbültem, hogy te is így látod, már elkezdtem egy kicsit aggódni, hogy most mi baj lehet velem. Amikor én is megnéztem a többi kritikát, de tehát egyszerűen számomra ez egy olyan szinten semmit mondó film, hogy tényleg egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Ezt nem tudom, hogy olvastad-e, de hogy ennek a történetnek egy modernkori feldolgozása volt a Spinédzserek, vagy nem tudta, azt látta, de én is akkor láttam, amikor nagyon még ilyen tini igen. voltam. Na pont ezt akartam mondani, hogy az a legismertebb feldolgozása. Igen, de meglepődtem, mert ha nem olvasom, nem jövök rá, hogy ez ugyanaz a történet akar lenni amúgy. Utólag nekem már pedig tök egyértelmű. Volt egy ilyen gondolatom, érdekes most, hogy mondjátok. Tehát nyilván a Spinédzserek ezeket még a mai napig imádom, szerintem az egy nagyon szórakoztató film, tehát ez nem. Mert egyébként utána néztem, 12 alkalommal filmesítették már meg az Emma történetét, ebben benne van a Spinédzserek is. Én nem tudom miért, én tényleg nem látok ebbe ennyi. Nem, én sem, akárhogy is próbálkozom, semmi. Hát jó, akkor már csak a pontozás maradt hátra, hölgyek. Én egy 5-öst adtam, és szerintem nagyon jó fejmódon adtam rá 5-öst. Én pedig egy 4-est. Ú, de szörös szívű vagy, Niki. De hát köszönjük, hogy bevállaltad ezt a szörnyűséget a kedvünkért. És hát így most megtan... nincs Niki most majd már lassan kezdi megtanulni, hogy nem szabad elhinni minden, amit én mondok. Amit a Benny mond, vagy amit így a filmekről mondanak. Niki teljesen jól járt. Megnézte a filmet, és közben rám gondolt. Win-win option. Ezzel te jártál jól. Akartam mondani, de mindegy. Igazából az Emma után még jobban várom a Minionoknak a folytatását, úgyre arra is beígérkeztem hozzátok. Tehát valószínűleg jobb lesz, mint te. Beszéljünk akkor az utolsó filmről, amit valószínűleg a legjobban várt mindenki, és óriási nagy várakozás előzte meg, hogy Vin Diesel végre nem a szokásos szerepeiben, tehát Xander Cage-ként vagy Dominic Toretto-ként tér vissza, hanem egy új szerepben próbálja ki magát. Ez a Bloodshot, amit Vivi Boki és én is megnéztünk, hát... Nagyon vegyesek az érzéseim. Na, de beszéljünk a filmről. Én nekem be kell vallanom, hogy, hogy én talán nem is tudom. Ez egy olyan film, amit én annyira nem vártam. Tehát így be van ígérve, hogy képregényfilm, azokat általában szoktam várni, és akkor így megláttam az előzetest is, és így eltemettem, hogy ez biztos annyira gagyi lesz, hogy azt mérni se tudjuk. Ha így nézem, én nem csalódtam. Tehát, hogy én annyira negatívan álltam ehhez a filmhez, hogy ez még tőlem is szokatlan. Ugye azt már Benny említette, hogy jó öreg Vin Diesel a főszereplő, hát nem kell egy nagyon, nagyon bonyolult történetre. Számítanunk, a lényeg az, hogy ő egy katona, akinek a szeme láttára megölik a feleségét, aztán megölik őt is, és egy tudós feltámasztja ilyen nanobotok segítségével, vagy nem tudom, jól mondom-e, és gyakorlatilag szuper katonaként tér vissza az életbe. Aztán persze itt-ott próbálják megcsavarni ezt a történetet, de szerintem az annyira feledésre méltó, hogy nem is érdemes rá így történet szempontjából nagy mondatokat pazarolni. És én vagyok az, aki tinikoromban esküszöm nektek, ez nem halálosan szerelmes voltam Vin Dieselbe. Én imádtam ezt az embert. De komolyan, hogy így... Ajaj. Az első olyan film szerintem ez a 22 évente a Sötétség volt, amit láttam tőle, én azt milliószor láttam azt a filmet, és aztán utána még jött a Halálos Iramban első rész, az is egy teljesen korrekt volt, a Triple X, az is jó volt a maga módján, aztán közben én is felnőttem, de Vin Diesel meg maradt ugyanott, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy... Ezen gondolkodtunk Bennyvel, hogy mi volt utoljára az a film, amiben nem
Richard B. Riddick, Dominic Toretto vagy Xander Cage-et játszotta, és hát nagyon-nagyon sokáig kellett visszapörgetnünk az IMDb, mire találtunk olyan filmet, amiben nem ő volt, vagy nem őket alakította, és bár ne találtuk volna, mert akkor így eléd jön egy ilyen utolsó boszorkányvadász, amit szintén jobb elfelejteni. Na de azon kívül, hogyha az utolsó boszorkányvadászt kivesszük, akkor 2006 óta Vin Diesel nem alakított olyan szerepet, ahol ne ez a három karakter lett volna. Ez kimondani is félelmetes. Egyrészt, másrészt meg ha belegondolunk, hogy ezekbe a karakterekbe szinte ugyanazt a munkát fekteti bele mindegyikbe, és ez alól ez a Bloodshot sem kivétel. Tehát ugyanez a családcentrikus izom pacsírta, aki a másik filmekben, akinek így nagyon összetett mondatokat nem is adnak a szájába, hanem ilyen, és itt most így mutatok egy idézőjelet, ilyen belevaló egysorosokkal operál. Amivel nem lenne gond, de ezek nem belevaló egysorosok, amiket a szájába adnak, szerintem. És mondom, ezt egy olyan ember szájából halljátok, aki ilyen ős Vin Diesel rajongó volt. Aztán szépen évek hosszú munkájával ezt megölte. De még esküszöm, hogy ezelőtt is valamennyire szemet tudnék hújni így a Bloodshot-tal kapcsolatban, de maga a film is nekem egy ilyen nagyon menő akarok lenni, de közben nem vagyok az kategória, és így például nekem már az elején tényleg, mikor Vin Diesel felébred, mint szuperkatona, és akkor próbálgatja az erejét, és először szétver egy bogzsákot, utána meg egy oszlopot, és ott már csak arra tudtam gondolni, hogy mindjárt összedől az épület. Tehát Csóri nem gondol arra, hogy ez egy tartó pillér, vagy mi történik itt, és akkor hagyján, ezt így megcsinálja, próbálgatja az erejét, eljut eddig, hogy oké, aztán nagyot ütök. Rá 3 percre már konkrétan az Interpolt hackkeli meg, és az egész internetet magáévá teszi, és amúgy meg azt néznéd ki a karakterből, hogy azon gondolkodik, hogy egy e-mailt hogy kell elküldeni. De nem, hogy ez az ugrás, ez nagyon, nagyon visszás. Szerintem. Szóval ilyen nulla bevezetése van ennek az egésznek. Olvastam egy interjút a Vin Diesellel, ahol azt mondta, hogy azért vállalta ezt a szerepet, mert hogy hosszú évek óta ez volt a legjobb forgatókönyv, amit látott, és hogy ez olyan volt, mintha összegyúrnánk a Wolverine-t a robotzsarúval és a Mementóval, és megkapnánk ennek a filmnek a végeredményét. És ennek a végeredményétől megkapnunk ezt a filmet. Hát hol? Vajon látta hogy ezeket a filmeket? Hát a Mementóban azt hiszem van egy ugyanaz közös szereplő, nem? Hát igen, de lehet, hogy Guy Pearce-től hallottad, csak olyan szerepeltem, hogy a Mementóban is, de jó. Ne, borzasztó. Tehát én annyira egy rosszabb kombót olvastam, én azt hiszem Marvel kapitány, Matrix, Istenem. Punisher. Szerintem azt hiszem, olvastam. Nem úgy ad interjútok, hogy elmondja, hogy milyen filmeket látott, és így kiszínezik, hogy ja, hát igen, ezt mondta, hogy ez lesz benne a filmbe. Nem tudom, annyira ostobának tűnik ez az egész film is, és annyira milliószor látott formulát raknak bele ebbe az egész filmbe. Vin Dieselnek a szerepe az tényleg olyan, mintha bármelyik Riddick vagy Halálos Iram filmben és láthattuk volna. Tehát odáig jutottunk 2020-ba, hogy Vin Diesel már nem színészkedik, hanem minden filmjében Vin Dieselt játszik. Tehát még csak meg se próbálja azt, hogy szerepet játszon, hanem bemegy, és igazából ő Vin Dieselt adja. És vagy jó, vagy nem jó, ő ennyit tud. És ebbe a filmbe is igazából más nem látsz. Tehát az amikor ráadják azt a kurva izompólót, hogy minden egyes tetves filmjébe őt izompólóba kell látni. Nem állsz, én akartam mondani. Rosszul vagyok már ettől, hogy tényleg, szerintem beleiratja a szerződésébe, hogy oké, elvállalom, lehetek izompólóba. Tehát nem hiszem el. Az egész film az tényleg, az akciók azok nem rosszak, de azon kívül... Ha nincs szétlassítva az egész? Igen. Azt mondom, hogy azok jól meg vannak koreografálva, de hülyén vannak felvéve, és ráadásul látszik rajta, hogy azért a CGI is szerintem nagyon gagyin van hozzárakva az egészhez. A szereplők azok kidolgozatlanok, nem tudsz elmondani
tehát nincs egy karakter, aki ki lenne dolgozva. El van ez mondva Vin Dieselre is. A film olyan sok helyen megy szét, hogy az valami elképzelhetetlen. Annyi üres járat meg lyuk marad a filmbe, hogy tehát felsorolni is nehéz. A leginkább, legfontosabb szerintem ilyen kidolgozatlan dolog, hogy most akkor Vin Diesel karaktere hogy is került oda ehhez a dokihoz? Hogy halt meg Vin Diesel karaktere? Mert ugye, mint kiderült, nem úgy, mint ahogyan őt ezt neki ezt a fejébe vetítették, de akkor hogy halt meg? És se Vin Dieselnek, se senkinek nem jut eszébe, hogy feltegye ezt a kérdést, hogy oké, de akkor én hogy haltam meg? Én egy ponton azt gondoltam, amikor ugye felébreszti a Winston, hogy akkor azt gondoltam, hogy ott fog tovább menni a történet, hogy visszamegy ebbe a laborba, ahol felébredt, hogy ott megkeresse a saját aktáját, hogy egyáltalán ki volt ő, vagy hogy került oda, vagy bármi ilyesmi fog történni, de aztán nem történt meg. Azt se tudjuk egyébként, hogy ki az istenő, vagy hogy mit csinált, vagy hogy halt meg. De az a baj, hogy még őt se érdekli. Ennyit érdekel, hogy van a barátnője, a tököm tudja, hogy hívják, el akarok menni hozzá. És amikor mondja, hogy hát bocs, akkor ő nem gondolkodik azon, hogy jó, de amúgy ki voltam én? Volt anyám? Volt apám? Voltak testvéreim? Tehát szarok rá. Ő Vin Diesel asszonyverőben. Ennyi. Nem kell többet tudnunk egyszer. Nem kell többet tudnunk. De tök jól mondtátok, tehát Vin Diesel asszonyverőben. És ennyi konkrétan. Tehát ez a karakter. Ennyi. Kész. Amúgy kösz, hogy sokat hagytatok nekem. Én akkor csak gyorsan, hogy de egyébként a látvánnyal szerintem nem lett volna annyira probléma. Ez jó is lehetett volna, én egyébként a tökéletes katona egy csavarral, tehát én ezt így mondtam volna, nem Wolverine, meg Memento, meg Matrix, meg mit tudom én. És tökéletes tényleg. Katona, egy az egybe, annyi a csavar, hogy a memóriáját kicserélik, és így öletik meg az embereket. Ami nem is lenne egy olyan rossz ötlet, bár szerintem feleslegesen túlbonyolított, de amikor a felesége 5 év múlva meglátja, tehát így nehéz lett volna egy picike kis meglepődést ráöltetni? De titeket ez nem zavart? Nem. Tehát, ott az asszony, hogy... Hazajöttem. Te nem itt laksz. Vannak gyerekeim. De hazajöttem, és mondom, bazd meg. Gondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy nem is ő a felesége? Vagy lehet, hogy elváltak, és nem is halt meg? És itt volt az egyetlen problémám ezzel, amit mondtál, hogy nem derül ki egyszerűen. Nekem az ott egyértelmű, hogy ők szétmentek, és akkor a csaj új életet kezdett, és a Vin Diesel meg gondolom ment valami bevetésre, meghalt, és akkor de nem tudjuk meg. Hát nem tudod meg, de én erre asszociáltam. De a legfontosabb kérdésre választ kaptunk. Igen, asszonyverő. Megvan. Te miért asszonyverő? Ezt nem értem, hogy miért mondod. Hát de így hívják. Nem hallottad még ezt a kifejezést? Nem. Ne szívas! Vivi? Nem. Miki? Akkor... Ne szívas. Nem hallottad még ezt a kifejezést, hogy asszonyverő? Nem. De akkor magyarázd már el nekünk. Hát így szokták hívni az atlétát, ezt a fajta atlétát. Ennek ez a neve. Olyan. Igen. Milyen atlétát? Hát, ja, ezt az izét, ezt a... Ez zikót! Ennek ez a neve. Ó, basz meg! Ne, de ti ezt nem tudtátok? Nem, mert a környezetemben senki nem hord ilyet. Ne szívassatok! Nem, nekem is ez újdonság, de... Meg szeretném kérdezni a kedves hallgatók, ugye ti normális emberek vagytok, és ismeritek ezt, ugye? Kész. Hihetetlen, milyen alulműveltek vagytok. Asszonyverő. Te se hallottad. Köszi, hogy ma is tanulunk. Ma is tanulunk. Megy neked ez az online oktatás. Meg lesz az online oktatás, adom a linkeket, de tényleg, tehát látok fél. Sutyó képző, bokival. Na, szóval visszatérve, tényleg, tehát, hogy... Ezen kívül nem sokat tudunk meg. Pedig voltak jó gondolatok, meg a technika is érdekes volt, lehetett volna benne több, mondom, a látvány az annyira nem volt gáz, tehát a fölrobban, de visszament, de nem tudom. Hozzá nekem az borzasztó szarul nézett ki szerintem, ahogyan itt így ezek a nanobotok visszarepülnek. Nekem azt és... Azok olyanok voltak, mint mini alienek. Komolyan. Nekem megmondom őszintén, azt tetszett. De egyébként egyedül én voltam, ami Guy Pearce-nek drukkolt? Szerintem igen. Én Guy Pearce-nek. De odáig sem mennék, hogy neki drukkoltam, de
Örülök, hogy meg. Jó, te szerelmes vagy Vin Dieselbe. Már nem, megölte. Ez az érzés elmúlt. Vannak új jelöltjeim. Na mindegy. Szóval örülök, hogy a technológiát azt említetted, mert engem az is idegesített, hogy nem vágyok arra, hogy mit tudom, milyen magyarázatokat adjanak. Tényleg nem. De valamit dobjanak. Akármilyen légből kapott magyarázatot képes vagyok elhinni, csak hogy így tényleg ezt, hogy hol vannak ennek a határai, mikre képesek. Ott mert hogy nekem ez, hogy mondjuk konkrétan, ha lerobban a feje is visszanől, az nekem egy kicsit ilyen nem akarom ezt így elhinni. Igen, mert azt mondják, csak zavar. A vére robot, tehát mi van az agyával, mi van a szívével, mi van ott? Hogy honnan tudják ezek a nanobigyók, hogy ugyanúgy építsék vissza, miért nem rakják a fejére Charlie, hanem arcát például. Miért? Megvan a folytatás ötlete, megvan a folytatás ötlete. Egyébként lehet, hogy itt az is probléma, hogy ugye a rendező, Dave Wilson, ő konkrétan ez az első filmje. Tehát eddig volt egy sorozata, és ő legtöbbször játékokban vett részt, mi ez? Játékban vizuális effektekért felelt lényegében. Egyébként nem egy Star Wars játéknál. Úgyhogy nem nagyon volt tapasztalata, lehet, hogy egy játékba elég ennyi, mondjuk nekem nem, tehát ebbe igazad vagy több magyarázat, bár itt a nanobotoknál nekem nem volt probléma, lehet azért, mert egyből beugrott a tökéletes katona, és azt mondtam, jó, csak így tovább. De nekem mondom, nekem inkább azzal voltak problémáim, hogy tehát vagy akkor több akciójelenetet lehetett volna, vagy ne ilyen egysíkú legyen, mert egyébként tényleg, tehát viszont az egy tök jó, nem tudom, önmaga paródiája, hogy ez szándékos, de inkább szerintem nem szándékos, hogy konkrétan a film jelenetei annyi, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, de kicserélek két effektet, és ott a puska helyett egy mecsetét rakok. És konkrétan ez is tényleg olyan, hogy... Konkrétan? Kris, mecsezd meg! Hogy... klisék sokasága, csak a pisztoly helyett most már mecsete van ott. Mecsete. Mert csezd meg! Azt se tudod, mi az az asszony velőt, tudatlan. Jó, amúgy... és akkor nekem még lenne kérdésem. Mindent hogy... megválaszolok. Tudom, azért kérdezem, mert hogy úgy érzem, hogy te vagy ennek a filmnek az élharcosa. Hogy nem. A szupercsapat többi tagja. Mi az anyámért marad a Guy Pearce-el? Vagy őket mi motiválja? Mi hajtja? Szerintem az egész csapatot mi? Ugyanaz, mint engem. Szerintem ezt a filmben elmagyarázták, hogy mi hajtja őket igazából, ameddig a Guy Pearce-hez hülyek maradnak, vagy ameddig ott úgy segítenek neki, addig üzemelnek ezek a plusz dolgok. Tehát, hogy ja, nem segítesz többet? Bocs, nincs többet lábad. Ja, nem segítesz többet? Meg most, hát de hogyan, amikor egy nyomással a kezén ki tudja kapcsolni a dolgokat? Jó, a csajnak a lélegzetén. Hát miért a faszinak a lábát? Hát. Na meg őszintén, Vivi, hogyha te most katona lennél, vagy akármi, de tehát na, a lábad mondjuk nagyon kellene az életedhez, meg a munkádhoz, meg úgy mindenhez, hogy teljes legyél. És leszakadna a lábad, de jön egy ember, aki megment. Hát nekem ő lenne a Jézus Krisztus. Hát nem érdekelne, hogy... Jó, de hol vannak? Hát, köszönöm. De nem érdekel. De azt nem kukázod. Hát azok után, hogy lényegében teljesített meg... Meg hát jó, igen. Persze, nekem se volt ezzel problémám. Nekem volt. Hát nem tudom, meg az nekem hogy leszakadna miért, a lábam, miért és mondjuk... Miért a Vin Diesel küldenek mindenkire, amikor ott az a csapat? Hát hiszen Vin Diesel alig tudja őket leverni. Ennyi erővel őket is küldhették. Hát de őket, hogyha az felrobbantja egy lövedék, ők nem állnak föl. Igen. Szerintem csak Vin Dieselnek nem volt annyi ez, hogy egy pisztolyt megfogjon. Mert katon... Ja, várja, ez nem jó válasz. Amúgy nem éreztétek ti úgy, hogy Vin Diesel egy kicsikét öreg már ezekhez a szerepekhez? Tehát 52-53 éves. És szerintem egyre jobban látszik ez az arcán, hogy öregül már ehhez a melóhoz. Tehát nem az a kis fiatal akciósztár, aki volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Hát, na, én meg ezt nem éreztem. Tehát, hogy, ezt én sem. Hogy szerintem még így 52 évesen korrekt, ahogyan tolja ezt. Azért mondjuk el, hogy a filmben volt egy jelenet, amit szerintem itt így mindannyian itt így röhögve néztünk. Most kicsit így már, hogyha lehet levetni ezen a koronavírusos dolgom, vagy hát nem a koronavíruson, hanem a
közvetlen koronavírus miatti történeteken. Tehát van egy olyan rész, ahol Budapesten játszódik az egyik alagútban, ahol egy lisztet szállító autót robbant föl Vin Diesel, és a liszt szétszóródik mindenhol. Esküszöm vártam, hogy így a Lidl vásárlók megjelennek, és itt így elkezdik felsöpörni, hogy bászak, még ott kilót vigyünk haza! De hogy ez a taktika igazából, hogy a gonosz terroristák, vagy gonosz ellenség, akik nem is gonoszak, de az majd végén sem derül ki, gonosz ellenség lisztes lesz, és széttépik őket a magyar vásárlók. Igen. Egyébként igen. Mi, tehát, ez? Hogy, mi ez a hang? Megjöttek a kis nyugdíjasok, menekülj! Tehát ez is az, hogy azért tudsz ilyeneken gondolkodni, mert hát az az igazság, hogy nyilván nem akarom én sem, de nem köt le ez a film. Tehát vannak benne jó életek, vannak jó gondolatok, csak semmit nem tud vele kezdeni. Ja, és Vin Diesel asszonyvedőben, tehát ennyi a film. Pontozzunk. Ezt a szót. Én adtam rá egy 4-est, és úgy érzem, hogy túlpontoztam. Szintén. Én 4-est adtam, de azt hozzátenném, hogy ezt sokkal jobban élveztem, vagy ha nem is sokkal, de jobban élveztem, mint a 21 hidat. Tehát ez is kb. Ugyanolyan szintű volt, csak ez legalább pörgött egy kicsit. Kíváncsi vagyok, lesz-e folytatásra. Én nagyon meglepődnék, hogyha csinálnának ezt folytatást, az biztos, pedig hogy... ez is egy egész univerzumot akart, nem? Felhúzni. Igen, mert van még nem tudom hány karakter, akinek külön filmet akartak, és hogy a Vin Diesel lett volna ez a központi karakter, aki közé ezt így megcsinálják. Hát egy az, hogy szerintem baromi kevesen fogják megnézni a filmet érthető okokból, a másik az, hogy szerintem azért sem a kritikai, se a nézői fogadtatás nem olyan, hogy megérni ebből folytatást csinálni, úgyhogy szerintem Bloodshot-ot szépen elfelejtjük azért. Tudod, mikor szívjuk meg? Mikor majd azt fogják gondolni, hogy ez csak azért volt bukás, mert a koronavírus volt. Ja, Istenem. Remélem, hogy nem. Mondjuk 40 millióból került az egész film, úgyhogy még itt se lehet azt mondani, hogy lehet, hogy behozza a zárát, hogyha lesz annyi hülye, aki elmegy még így is a mozikba, de hát meglátjuk. Mindenesetre ennyi volt a 88. adásunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ahogy mondtam egyébként, ez volt az utolsó számozott adásunk jó hosszú ideig, viszont ne aggódjatok, próbálunk hozni nektek MovieX podcastet, hogy a karantén alatt is tudjatok mit nézni, hogyha nehogy Isten jutunk odáig, hogy mit tudom én jövő héten, vagy egy-két napon belül ugyanazokat az intézkedéseket meghozzák, mint amit Ausztriában, amit Niki egyébként már átél, hogyha minden igaz, hiszen nálatok a mai naptól már csak tényleg extrém esetben lehet kimenni az otthonotokból. A holnapi naptól, de amúgy így van, ahogy mondod, igen. Úgyhogy, ha idáig jutnátok, akkor én javaslom, nézzétek meg, vagy hallgassátok vissza az összes MovieGix adást. 88 számozott adással és jó pár külön kiadással jelentkeztünk, de hozni fogjuk nem sokára a külön kiadásunkat a filmekről, amiket karantén alatt ajánlunk nektek. Nem ígérem, hogy azt a jövő hét, de valamikor jelentkezni fogunk vele, amint megnéztük ezt az 5 filmet, meg összeállt ez az 5 film. Addig is, ahogy mondtam, a régebbi adásunkat keressétek, fent vagyok SoundCloudon, Spotify-on, iTunes-on, de itt YouTube-on is vissza lehet hallgatni az adásainkat. Iratkozzatok fel a csatornánkra, keressetek meg minket Facebookon, Twitteren, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! És mossatok kezet!